Narancsága riasztás van érvényben Szerbia egész területén az erős szél miatt. A nap folyamán az egész ország területén erős szél várható 61 és 86 km/h erősségű széllökésekkel, derül ki a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzéséből. Az illetékesek arra is figyelmeztetnek, hogy egyes területeken orkán erejű szél is lehet, ez 86 km/h feletti sebességű szelet jelent. A szél csak késő este enyhülhet. Az erős szél hatására kidőlt egy fa a szabadkai tejpiacnál. A közel 8 méteres fatörzs egy parkoló autóra és a piac kerítésére zuhant. Az autóban keletkezett kár jelentős, személyisérülés ugyanakkor nem történt. Több helyre is riasztották a tűzoltókat, sorompót, hatalmas faágakat tört le, és tetőket rongált meg az erős szél Szabadkán a nap folyamán. Befejeződött a tartományi képviselőház épületének egy részén végzett felújítás. 12 nap alatt befejezték az újvidéki Báni palotán a helyreállítási munkálatokat, amelyekre közvetlen szomszédságában lévő garázs építése okozta károk miatt volt szükség. A mintegy 850 ezer dinár értékű munkálatokat a garázs építésének beruházója finanszírozta. A magyarországi cégek Szerbiában terveznek befektetni, magyar vállalkozások képviselőivel tárgyalt tegnap Belgrádban Rade Basta, Szerbia gazdasági minisztere. A tárcavezető elmondta, gazdasági szempontból Magyarország Szerbia stratégiai partnere, és ez a jövőben is így lesz. Hozzátette, Szerbia jó választás a befektetők számára, mert a világválság idején a stabil gazdasági környezetet is tudja biztosítani. A régi nagy családi disznótorok hangulatát idézték fel Topolyán a helyi gazdakör szervezésében, a szalmával és fapörkölővel történő perzselést is bemutatták. Incsiklandó magyaros ízvilágot felelevenítő reggelivel vendégelték meg a látogatókat. Három sertést dolgoztak fel, hiszen este disznótoros bárra is várják az érdeklődőket.